A kormány arra készül, hogy 300 milliárd forint közpénzt adjon egy gazdag emirátusi befektetőnek a mini Dubáj felépítésére Budapesten. A felhőkarcolókkal álló komplexummal az csak az egyik baj, hogy mit tesz a városképpel. Ennél sokkal fontosabb, hogy magyar közpénzet egy olyan dúsgazdag emirátusi befektetőnek adjuk oda ezt a területet, és építünk luxuskomplexumot, amit aztán szintén dúsgazdag külföldi üzletemberek fognak lakni. Minden budapestinek 175 ezer forintjába kerül, hogy külföldi gazdagoknak adjuk oda Budapest legértékesebb területét. Orbán Viktor ezzel azt üzeni, hogy ez már nem a mi városunk. Budapest nem a budapestieké és nem a magyaroké. A demokratikus koalíció szerint Budapest a magyar főváros, és mindent el fogunk követni azért, hogy az is maradjon. Mi Budapesten szeretnénk élni, nem mini Dubajban, nem mini Riadban, mini Bakuban vagy mini Moszkvában. A mi pénzünkből ne emirátusi luxuskomplexumot, hanem megfizethető bérlakásokat építsenek. És ne aranyvízumos gazdag külföldieknek, hanem nekünk, magyaroknak. Éppen elég baj, hogy a budapestiek egyre inkább kiszorulnak a magyar fővárosból, az egyre magasabb ingatlan és albérletárak miatt. Éppen ezért kell mini Dubáj helyett szociális bérlakásrendszer, amit a mini Dubájra szánt 300 milliárd forintos állami támogatásból bőven meg lehet csinálni. Nagyjából 7000, egyenként 50 négyzetméteres bérlakást lehetne építeni ebből. Ezt támogatják a szociáldemokraták és a zöldek, a mini Dubájból pedig nem kérünk. Az Orbán rendszer eddig mindent a leggazdagabb magyarok kezére játszott. Így lett többek között minden szálloda Mészáros Lőrincé és Tiborcz Istváné. A mini Dubáj fordulópontot jelent, hiszen már nem csak a leggazdagabb magyarok fontosabbak a magyar népnél, hanem a leggazdagabb külföldiek is. De ahogy Dubájban nem építenek mini Budapestet a magyaroknak, úgy nem kell Budapesten sem mini Dubájt építeni az emirátusi milliárdosoknak. A demokratikus koalíció szerint Budapest a magyar főváros, és mindent el fogunk követni azért, hogy az is maradjon. Mi Budapesten szeretnénk élni, nem mini Dubájban, mini Riadban, mini Bakuban vagy mini Moszkvában. Abból a pénzből, amit a mini Dubáj építés támogatására szán a kormány, inkább bérlakásokat kell építeni a magyaroknak, ebből a pénzből 7050 négyzetméteres bérlakást lehetne megépíteni. Nem támogatjuk a mini Dubájt, szerintünk az kell lenni a legfontosabb, hogy a magyar emberek számára legyenek megfizethető bérlakások.